Az egy héttel ezelőtti a Richter skála szerint 7,8-as magnitudójú földrengés okozta veszteségek felbecsülhetetlenek. A csak eddig több mint 36 ezer emberéletet követelő földmozgás emberáldozatainak száma minden bizonnyal tovább növekszik, hiszen a közel 25 ezer összeomlott épület kő és betontörmelékei alól lehetetlen mindenkit kihozni, a túlélési esély pedig jelen pillanatban már a nullához közelít. Egy egész világot sokkolnak a helyszínről folyamatosan érkező képek, és sokunkban felmerül a kérdés, hogy vajon a szűkebb térségünkben, akár itt Romániában, ahol időről időre, mint ahogyan ma is tapasztalhatunk földmozgást, vajon mennyire vagyunk kitéve a veszélynek. A témában dr. Harangi Szabolcs geokémikus, vulkanológust, a Magyar Tudományos Akadémia tagját kérdezem, szeretettel köszöntöm. Köszöntök mindenkit, szép napot! Most már egy hete, hogy történt a katasztrófa Törökországban. Mindenkit érdekel, hogy vajon valamiből, bármiből lehet-e számítani a földrengés érkezésére, akár közvetlenül a rengés előtt, ha nem is azt, hogy mekkora lesz, de az, hogy lesz, az megjósolható? Pontosan nem, és ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy pontosan nem lehet megmondani azt, hogy mikor, hol és mekkora nagyságú földrengés lesz. Ez nem jelenti azt, hogy tehetetlenek vagyunk, és a szakemberek rengeteget dolgoznak azon, hogy minél pontosabban megismerjük azt, hogy milyen módon zajlik egy földrengés, és hogy mit tehetünk. Egyrészt kijelölhetők azok a veszélyeztetett területek, ahol akár nagy földrengés kipattanhat. Másrészt van a kockázati rész, azaz felmérhető az, hogy mennyi embert érinthet, mekkora anyagi javat érinthet, és ez az a kockázat, amely csökkenthető. A veszélyeztetettséget nem tudjuk csökkenteni, az egy valószínűséget jelent, hogy egy nagy földrengés kipattanhat. A kockázat az viszont, hogy milyen módon vagyunk kitettet ennek a földrengésnek, abban bizony van dolgunk, és ebben ez a földrengés is mutatja, hogy nagyon sok minden dolgunk van. Azóta is utórezgések sújtják a térséget. Hogyan kell elképzelni a jelenséget? Minek tulajdoníthatók a kisebb rengések, és még meddig jöhetnek? Ez még hosszú ideig eltarthat, tehát most már egy hét eltelt, és több mint ezer úgynevezett utórengés pattant ki. Az utórengés az az, hogy már kisebb nagyságú földrengések pattannak ki, és ezek a úgynevezett főrengést követik. Fontos azt hangsúlyozni, hogy azért egy különleges földrengés volt abból a szempontból, hogy igazán egy kettős földrengés. Tehát volt egy 7,8-as, ez egy héttel ezelőtt hajnalba pattant ki, és ugyanúgy hétfőn nagyjából dél körül egy 7,5-ös magnitúdói földrengés is kipattant, de egy másik vonal mentén. Erre nehéz azt mondani, hogy egy utórengés, hanem inkább azt mondjuk, hogy ez egy indukált rengés, tehát a maga az első főrengés előidézte azt, hogy egy másik törésvonal mentén is történt elmozdulás, és ez is egy nagy energiájú földrengést indított el, tehát tulajdonképpen jobb, ha azt mondjuk, hogy ez egy dupla földrengés volt, és azért ennek is köszönhető, hogy nagyon volt a felszínen. Romániától sem idegen ugye ez a jelenség. Az imént a Richter skála szerint 5,2-es erősségű földrengés volt. Romániai idő szerint 16 óra 58 perckor Olténiában, Gorzs megyében 15 kilométeres mélységben. És ugye ott volt az 1977-es romániai földrengés is, rengeteg áldozata volt. Egy olyan térségben, ahol már tapasztalható volt földrengés, és folyamatosan kisebb rengések vannak, például Vráncsában is, vagy akár most itt, ahol tapasztalható volt, lehet-e valamiféle ciklikusságra számítani, mennyire volt ez kiszámíthatatlan, hogy itt fog jelentkezni, mennyi időközönként jelentkezhet egyáltalán? Igen, csupa jó kérdés. Amikor én megláttam egy órával ezelőtt, hogy egy 5,2-es földrengés történt Romániában, akkor azt hittem, hogy hát ez a szokásos, úgymond, vagyis a Vráncsa övezetben történt egy újabb földrengés, egy kicsivel nagyobb, mint szokott lenni, de igazán ez azt lehet mondani, hogy megszokott. Azért nem lehet ezeket gyakran észlelni, mert ezek mélyen, a Vráncsa-övezetben mélyen történnek ezek a földrengések, többnyire 100 kilométernél is mélyebben. Ez a földrengés, ami egy órával ezelőtt történt, ahogy megnéztem ezen a bizonyos applikáción, kiderült, hogy nem ott zajlott, hanem valahol a déli Kárpátok délnyugati csücskébe, tulajdonképpen olyan területen, ahol nem olyan sokszor pattan ki földrengés. Tehát nem ismerjük ennek a
következményeit, de azért 5,2-es 10-15 kilométer mélyen ezt azért ott érezhették az emberek. Visszatérve a Rancsa-övezetre, ott ugye 1977-ben volt egy romboló földrengés, amely Bukarestben több tucat házat rombolt le, és több mint 1500-an haltak meg. Tehát egy nagyon súlyos következményekkel járt, de nem ez volt a legnagyobb a 20. században, mert 1940-ben volt egy másik, annak még nagyobb volt a magnitúdója, az 7,8-as volt, a 77-es az 7,5-ös magnitúdójú, és annak is nagyon komoly következményei voltak. Hogyha azt nézzük, hogy van egy ciklikusság, tehát nem matematikáznak a földrengések, de azt lehet mondani, hogy esély van rá, megvan a valószínűsége, hogy hasonló nagy földrengés bekövetkezzen, ez jelenti a veszélyeztetettséget. Az, hogy milyen a kockázat, abban lehet bízni, hogy, és amennyire tudom, a 77-es földrengés után már elkezdődtek a földrengés biztos kódok szerinti építkezések, tehát abban lehet bízni, hogy ez az építkezések ezek eszerint történtek, és akkor így nagyobb mértékben vannak védve az emberek. Tehát ez ami az első, ami a védekezést jelenti, a másik pedig a felkészülés, hogy az emberek tudják azt, hogy hol élnek, tehát hogy ott lehetnek földrengések, lehet földrengés veszély, és ennek megfelelően kell felkészülni. Tudni kell, hogy mit kell csinálni földrengéskor, és ezt be is kell gyakorolni. Most még egy beékelt kérdés, hogy a laikusok számára nyilván most, hogy tapasztaljuk ugye a földrengést Törökországban, bármiféle köze lehetett a mostani egy órával ezelőtti romániai földrengéshez? Nem, ennek semmi, de semmi köze. Nagyon távol vagyunk, egészen más rendszer, nincsen semmi kapcsolat. Igen, tehát akkor említette ön is, hogy megfelelően felkészüljünk, és tudjuk azt, hogy mit kell tenni földrengés esetén. Mit kell tenni valójában, melyek azok a lépések, amiket fontos szem előtt tartani? Hát és hogy ez álmunkba felkelve is tudjuk. Tehát az első, amit szoktak mondani, hogy biztonságos helyre húzódjunk. Tehát ha bent vagyunk egy lakásban, mondjuk a 6. emeleten, nem tudunk onnan kiszaladni, hanem az első pillanatban, amit meg kell tennünk, hogy egy biztonságos helyre húzódjunk, leginkább azt szokták mondani, egy asztal alá, védve legyen a fejünk. Tehát ilyenkor potyognak le a mit tudom én, a könyvek, a poharak, a tányérok, esetleg az álmenyezet is. Tehát védve legyünk egy asztal alatt mondjuk, és amikor az első rengéseknek vége van, ez lehet akár néhány perc, akkor utána igyekezzünk elhagyni a házat, nem lifttel menni, mert a lift beragadhat, hanem hát amennyire lehet nyugodtan, igyekezzünk gyorsan minél előbb elhagyni a házat és biztonságos helyre menni. Az emberi beavatkozás rengeteg katasztrófát képes előidézni, ugye folyamatosan beszélünk különböző természeti katasztrófák kapcsán is, akár, hogy talán az emberi beavatkozás itt a jelenlegi élet a Földön lehet a kiváltó oka. Na most a földrengésekhez lehet bármiféle köze az emberi beavatkozásnak ugye a nagyvilágban? Hát ezekhez a földrengésekhez nem, tehát ez alapvetően a lemeztektonikai mozgások pattantják ki ezeket a földrengéseket, de azért tudunk olyan eseményekről, amikor a gázkinyerés, a bányászat okoz földrengéseket, de ezek sokkal kisebbek, és ezek nem okoznak ilyen gondot. Tehát jelen esetben akkor nem ezekről kell beszélnünk. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és reméljük, hogy minél hamarabb híreket kapunk arról is, hogy mi történt most itt egy órával ezelőtt, milyen károk származtak ebből, és reméljük, hogy nem kell folyamatosan erről beszélnünk. Köszönöm szépen! Bízunk, hogy nem okozott nagy gondot. Köszönöm a megkeresést.